elvenni valakinek az életét, és örök kétségbeesésben hagyni szeretteit. Kétségkívül az egyik legkegyetlenebb büntet, amit elkövethet egy ember. De vannak olyan bűncselekmények és gyilkosok, akik egyszerűen a gonoszság sosem látott szintjére képesek eljutni. ...1965. június 23-án Charles Bullock houstoni rendőrkapitány és társa Bartha megállt a Driscoll Street 1815 előtt. Marvin Martin hívását követték, aki nagybátyja és nagynénje, Fred és Edwina Rogers miatt aggódott. Napok óta nem hallott felőlük, és nem is vették fel a telefont. Mindketten meglehetősen idősek voltak, ezért Bullockot is Barthát kiküldték, hogy elvégezzenek egy rutinszerű ellenőrzést. A 81 éves Fred és a 79 éves Edwina a házban éltek felnőtt fiúkkal Charles-szal. Bár a legtöbb szomszéd ezt nem tudta, hiszen Charles amolyan remete volt, aki napfelkeltől elhagyta a házat, és késő este tért csak haza. Annak ellenére, hogy velük élt, nagyon kevés kapcsolatot tartott még a szüleivel is. Bizarr módon csak a padlással lévő szobája ajtaja alatt becsúsztatott üzeneteken keresztül kommunikált velük. Még mielőtt a rendőrök beléptek volna a házba, már akkor úgy tűnt, hogy valami nem stimmel. A kopogtatásokat csend fogadta, és nem tudtak kinyitni a hátsó ajtót sem. Amikor benéztek az ablakon, több virágcserepet láttak egymásra pakolva, ami elbarikádozta az ajtót. Ez nyilván gyanút keltett a rendőrökben. Miután sikerült bejutniuk, Bartha felment az emeletre, még Bullock a konyha felé vette az irányt. A beszámolók eltérnek abban, hogy Bullock miért nyitotta ki a hűtőszekrényt, és maga Bullock sem tudta felidézni a később interjúkban, hogy pontosan miért. Később úgy emlékezett, hogy valami egyszerűen nem volt rendben Rogers-ék otthonában. Nem tudom, miért néztem be a hűtőszekrénybe, mondta. Valamiért csak kinyitottam. A hűtőszekrény tele volt azzal, amiről azt hitte, hogy disznóhús. Mivel úgy tűnt, hogy az ott élők nem voltak otthon, Bullock furcsának találta, hogy ennyi húst tárolnak, hiszen csak kárba vész. De amikor éppen be akarta csukni az ajtót, lenézett a zöldséges fiókba, és meglátott valamit, ami sokkolta. Egy női fej hevert a tárolóban. Bullock becsukta a hűtőszekrény ajtaját, mert egyszerűen nem hitt a szemének. Ezután újra kinyitotta, és valóban a fej még mindig ott volt. Aztán egy férfi fejet is felfedeztek a másik zöldséges fiókban. Ő is várta, azonnal erősítést hívtak. Miután több rendőr is megérkezett, a gyanújuk beigazolódott. A hűtőszekrényben Fred és Edwina Rogers maradványai voltak. A bontszerás után kiderült, hogy a házaspár június 20-án, apák napján halt meg. Edwinát egy fejlövéssel ölték meg, míg Fredet egy kalapáccsal. A ház ugyan alaposan ki lett takarítva, mielőtt a rendőrség megérkezett. De a nyomozók mégis találtak vért a fürdőszobában, és ez arra utalt, hogy ott ölték meg őket. Persze a nyomozás első pillanatától a legfontosabb kérdés a rendőrség fejében az volt, hogy hol volt Charles. Mint az otthon feltételezhetően egyetlen túlélő lakója, lényeges információkkal szolgálhatott volna. De aztán a bizonyítékok inkább arra utaltak, hogy sokkal nagyobb szerepe van az ügyben. Ugyanis a fürdőszobán kívül csak Charles hálószobájának kulcsukán találtak vért a házban. A rendőrség ráadásul egy kézi fűrészt is talált a helyiségben. Ez valamint a visszahúzódó személyisége és a szüleivel való látszólag bizarr kapcsolata gyorsan Charles felé terelte a gyanút. A mai napig egyébként ő az egyetlen gyanúsított az ügyben. Charles Rogers nem volt éppenséggel egy átlagos ember. Szolgált a II. Világháborúban, diplomát szerzett atomfizikából, és közel egy évtizedig szeizmológusként dolgozott a Shell-nél. Hajnal előtt indult el otthonról, és sötétedés után tért vissza, de senki sem volt biztos benne, hogy valóban volt-e munkája. Még a szüleit is ritkán látta személyesen. A hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak Charles után. Mivel pilotaként szolgált a II. Világháborúban, ellenőrizték a környékbeli repülőterek nyilvántartásait. Hát, ha valaki, akire illik a személy leírása, repülővel szállt fel. Tehát nem találtak semmilyen nyomot. Charlesnak soha nem találták meg a nyomát, és 1975-ben halottnak nyilvánították. Az ezt követő évtizedekben sokan próbálták megfejteni a hűtőszekrény gyilkosságok rejtélyét, illetve különösen azt, hogy mi történt Charles-szal. Először John Craig és Phil Rogers 1992-ben megjelent, a The Man on the Grassy Knoll című könyvében vetettek fel egy elég vad elméletet. A szerzők azt állították, hogy Charles egy CIA titkos ügynök volt,
aki részt vett John F. Kennedy elnök meggyilkolásában, kevesebb, mint 2 évvel a gyilkosságok előtt. Amikor a szülei felfedezték a részvételét bizonyító naplóbejegyzéseket, megölte őket. Később egy kevésbé merész teóriát állított fel az Icebox Murders című könyv. Ezt 2003-ban adta ki Hugh és Martin Gardner houstoni házaspár, akik 1997-ben kezdtek nyomozni a gyilkosságok ügyében. Állításuk szerint Charles az életén át tartó érzelmi és fizikai bántalmazás után gyilkolta meg a szüleit. Az elképzelés szerint a legtöbb bántalmazás Fredtől származott, és ez megmagyarázna, miért volt az ő halála sokkal erőszakosabb, mint Edwinnáé. A szerzők azt feltételezik, hogy Charles az olajiparban szerzett kapcsolatait felhasználva Mexikóba szökött. Ugyan kevesen kételkednek Charles Rogers bűnösségében, mégis az 1965. június 20-án történt brutális gyilkosság megoldatlan maradt. De szerintetek tényleg Charles tette? És ha igen, akkor hová tűnt? A gondolataitokat nyugodtan írjátok le a komment szekcióban. Miután egy általa zaklatottan családját azzal kínoszta, hogy hetekig titokban a házok falai között élt, Daniel Lepant elkövette eddig a legsúlyosabb tettét, amikor 1984. decemberében betört Priscilla Gustafson otthonába. Daniel Lepante 1984-ben 17 éves volt, amikor brutálisan meggyilkolta a Massachusetts állambeli Townsendben élő állapotos nőt, Priscilla Gustafsont és 2 gyermekét. A borzalmat tetézte az 1 évvel korábbi megrázó eset. Ahogyan az előbb említettem, Lepante egy másik családot terrorizált azzal, hogy szó szerint az otthonok falai között lakott. Lepante egy híret helyi betörő volt, aki gondosan megtervezett pszichológiai terrorban tartotta Townsendet és a környező városrészeket is. Aztán jöttek az 1984. december 1-i Gustafson gyilkosságok, amikor a férfit élete végéig börtönbe küldték. Daniel Lepante 1970. május 15-én született a Massachusetts állambeli Townsendben. Állítólag gyermekkorában traumatikus szexuális és pszichés bántalmazást szenvedett el az apjától, tinédzserként pedig a pszichiáter által. A fiú környezete ugyanilyen kaotikus volt. A családi házuk és a környező telek állítólag szemét és régi autók tömkelege volt. Lepante a Fitchburgi St. Bernard's High School-ba járt, ahol a diákok és a tanárok magányosnak és kevésbé barátságosnak írták le. A Boston Globe-ban megjelentek szerint az 1980-as évekre egy szomszédja kifejezetten aggódott Lepante sok magányos kirándulása miatt a házok mögötti erdőben. Lepante 15 éves korára környékbeli tolvaj lett. Esténként betört a Townsendi házakba, ellopta a lakók értéktárgyait. Majd kezdődött a terror. A férfi különböző dolgokat hagyott ott a szomszédok házában, vagy elmozgatott dolgokat a helyükről, hogy megijessze őket. 1986-ban, amikor ezek a kis játékai már terrorrá váltak, a 15 éves Tina Bowen megszállottjává vált. Ugyanabba az iskolába jártak, és a fiú húsvéti szünetben randira vitte a lányt. Amikor Bowen visszatért az iskolába, néhány diák elmondta neki, hogy Lepante ellen nem erőszakkal kapcsolatos vádak vannak folyamatban. Az apja Frank Bowen szerint akkor ennyi is volt. Legalábbis ő így gondolta. 1986 késő őszén a fiú bejutott egy alig 15 cm-es nyíláson keresztül a lány családjának a házába, Townsend közelében, és pszichésen kezdte kínozni a családot. Ahogy Tina és nővére egy Ouija táblán próbál kapcsolatba lépni, nemrég elhunyt édesanyjukkal, Lepante szellemnek adta ki magát. TV-csatornákat váltogatott, tárgyakat rendezett át, de gyakran tűntek el ételek is a házból. Az alkoholos üvegeket is kiürítette, és olyan nyugtalanító üzeneteket firkált a falakra ketchuppal és majonézzel, mint légy a feleségem, vagy a szobádban vagyok, és gyere is keresd meg. Aztán egy családi fényképet is találtak egy késsel a falra szegezve. Az apjuk először csak azt gondolta, hogy a lányok szórakoznak egymással. De aztán keresni kezdett a házban, és megtalálta a srácot egy szekrényben kifestett arccal. Indián kabátban is egy ninja maszkban, ahogyan egy baltával hadonászott. Aztán bekergette őket a hálószobába, majd eltűnt a házban valahol. Tina az ablakon kimászva értesítette a rendőrséget, akik a fiút 2 nappal később megtalálták a ház pincéjében. Egy sarokban volt, amit 2 oldalról a beton határolt. Egy belső fal, ahol már hetek óta élt. A fiatal korúak börtönében azonban csak 1 évet töltött. Anyja 10 000 dolláros óvadékot fizetett a kiengedésért. 2 hónappal ezután követte el a legsúlyosabb bűncselekményét. Amíg a tárgyalás kitűzött időpontjára várt, hazaköltözött és tovább folytatta a betörés sorozatait.
1987. október 14-én két 22-es kaliberű lőfegyvert lopott el egy szomszédos házból. Ezután november 16-án betört a Gustafsson család otthonába, amelynek tagjai a gyermeket váró óvónő, Priscilla, a férje Andrew, és két gyermekük, William és Abigail voltak. De nem ez volt az utolsó alkalom, hogy Laplante betört az otthonukba. December 1-én a férfi egy 22-es lőfegyverrel felfegyverkezve sétált át a házát Gustafssonéktól elválasztó erdőn. Később azt állította, hogy nem számított arra, hogy Priscilla és gyermekei hazajönnek. Ami ezután történt, az minden család legrosszabb rémálma. Thomas Lane nyugalmazott hadnagy elmondása szerint Laplante fontolgatta, hogy kiugrik az ablakon és elmenekül, amikor a család egy része megérkezett. Ehelyett mégis fegyvert fogott Priscillára, és a hálószobába vezette őket a fiával. Williamet egy szekrénybe tette, Priscillát pedig rögtönzött kötéllel az ágyhoz kötözte, és az egyik szoknyával betömte a száját. Miután szexuálisan bántalmazta őt, kétszer meglőtte. Ezután bevitte a kisfiút a fürdőszobába, ahol vele is végzett. Amikor épp távozni készült, hirtelen összetalálkozott Abigail Gustafssonnal, aki épp az iskola busszal tért haza. Vele szintén végzett. De ami ennél is borzasztóbb és igazán hátborzongató, hogy ezután a férfi egyszerűen hazatért, és részt vett az unokahúga aznap esti születésnapi partiján. Eközben Andrew Gustafsson egész délután hívogatta a feleségét. A kísértetésen csendes házba visszatérve, ahol a villany sem égett, már a legrosszabbtól tartott. Először a feleségét találta holtan, arccal lefelé az ágytakarón fekve. Ezután elmenekült a házból és hívta a rendőrséget. Később arról számolt be, hogy nem volt hajlandó megkeresni a gyerekeket, mert idézem, féltem, hogy holtan találom őket. A bírósági dokumentumok szerint Laplante-t a törvényszéki bizonyítékok alapján rögtön könnyen kapcsolni lehetett volna az ügyhöz. A rendőrség még azt az inget és kesztyűt is megtalálta a Gustafsson ház mögötti erdőben, amit William és Abigail meggyilkolásához viselt. Az inkszogát használva kutyák az erdőben 3-4 méteren belül Laplante házaig követték a nyomokat. A Gustafsson gyilkosságok utáni este Laplante-t ki is hallgatták, de mivel nem volt elég bizonyíték a letartóztatásához, így szabadon engedték. A rendőrség úgy tervezte, hogy másnap visszatér, de Laplante elmenekült, így hatalmas hajtóvadászat indult ellene. Aztán egy újabb Pepper elé betörő sorozat után a férfit egy kukában elrejtőzve találták meg, és 1987. december 3-án este letartóztatták. 1988. októberében állították bíróság elé, a Gustafsson gyilkosságok miatt. Az esküdtség végül bűnösnek találta. A férfit háromszoros életfogytiglani börtönbüntetéseit élték. De ezzel még nem volt vége a történetének. Laplante később 2017-ben enyhített büntetésért fellebbezett. De a bíró úgy találta, hogy nem tanúsított megbánást a bűnei miatt. Így a döntése szerint megerősítette a három egymást követő életfogytiglani börtönbüntetését. További 45 évig biztosan nem lesz feltételesen sem szabadlábra helyezhető. Szerencsére. A történet szerint 1991. június 3-án, este 10:30 és 11 óra között, egy Eduardo Colli nevű helyi teherautósofőr megérkezett egy motelbe az új-mexikói Albuquerque-be. Két személyre is egy éjszakára bérelt szobát. Miután elfoglalta azt és elrendezte a dolgait, egy elég fárasztó nap után lefeküdt aludni. Vagyis ennek kellett volna történnie. Másnap 11-kor kellett volna kijelentkeznie, amit nem történt meg. Eduardo a bejelentkezéséhez egyébként törvényes adatokat adott meg, kivéve a járművel rendszámának adatait, amik hamisak voltak valamiért. Június 5-én, miután már két nap telt el, és azóta sem jelentkezett ki a szobából, a motel felküldött egy biztonságiőrt, hogy megnézze mégis miért nem jelentkezett ki a férfi. Amikor az őr a szobához ért, az ajtót zárva találta, ezért egy csavarhúzóval jutott be. Amikor belépett, látszólag minden normálisnak tűnt. Egy kis asztalon a fotel mellett volt egy retikül, pénztárca, karkötő, pár üveg alkohol, cigaretta, pár fotó, amin egy férfi és egy nő szerepelt, és egy pici mérleg, George Martinez névvel. Aztán, amikor körbejárta a szobát a férfit keresve, a fürdőszobában valami olyat talált, amit sosem felejtett el. Egy nő már bomlásnak indult, teste lógott a zuhanyzóban. Egy bőrönci alakasztotta fel magát, és a vizsgálatok szerint heroin volt a szervezetében. A nő feltehetően június 3-án halt meg,
azon a napon, amikor Eduardo bejelentkezett. Az asztalon talált fényképen vélhetően ez a nő láthat egy férfival együtt, akit a motel alkalmazottai Eduardoként azonosítottak. Úgy gondolják, hogy ez a fénykép egy bevásárlóközpont fotófülkében készült. Valószínűleg az öngyilkosság vagy a gyilkosság előtt. Az ismeretlen nő egy Trends márkájú, többszínű topot viselt. A bikini alsója szintén többszínű volt, illetve egy fehér farmer nadrágot viselt még, aminek az alsó-oldalsó részei cipzárakkal voltak ellátva. A nő azonosításával próbálkoztak, de az zátonyra futott. Egyszerűen nem hagyok környéken, de úgy tűnt, hogy az egész világon senki se tudott a nőről semmit, így még a nevét sem. A rendőrségnek több évbe telt az is, mire megtalálták Eduardo családját, remélve, hogy ők talán majd tudnak valamiféle információval szolgálni. Azonban mire megtalálták őket, addigra Eduardo természetes okok miatt már halott volt. A családjának megmutatták azokat a fényképeket, amin a nő is Eduardo szerepelt. Azonban a családnak fogalma sem volt, hogy ki lehet a fotón. Viszont azt megerősítették, hogy azokon nem Eduardo látható. A nőről sem tudtak nyilatkozni. Így hát a rendőrség már igazán semmit se tudott az esetről. Ahogy említettem, a szoba asztalánál még egy mérleget is találtak, George Martinez névvel. Azt feltételezték, hogy ezt a mérleget talán kábítószercsomagok mérésére használhatták. Ez a név azonban igencsak gyakori volt a környéken, és szerte Mexikó fele. Jóval később, 2021 márciusában aztán a nyomozók bejelentették, hogy kaptak egy tippet. Ez szerint a nő neve Becca lehetett, és Los Angeles megyéből, pontosabban Reseda környékéről származott. Állítólag Los Angelesből vagy Burbankből repült Albuquerquebe. Az említett információn kívül azóta senki sem tudja, hogy mi történhetett azon az éjjelen. Ahogy az sem derült ki biztosan, hogy ki a rejtélyes hölgy, aki a fényképen is szerepel. Máig sem tudja senki, hogy hogyan és miért halt meg.